estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg kérem ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége Kovács Miklósné, a Györf István Katolikus Általános Iskola igazgatónője, akivel a közelgő Györfi napokról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kovács Miklósné, a Györf István Katolikus Általános Iskola igazgatónője, akit nagy szeretettel köszöntök stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, és üdvözlöm én is a kedves televízió nézőket. Azért hívtuk ma meg egy stúdió beszélgetésre ismét, mert ismét február következik, és a február akkor Györfi napok. Hogyan készülnek erre a rendezvénysorozatra, hiszen ez egy több napot felölelő rendezvénysorozat az iskola életében. Talán kezdjük azzal, hogy hova nyúlik vissza ennek a hagyománya. Ezek hosszú évtizedekre nyúlik vissza, hiszen már az 1990-es években elkezdődtek a Györfi napok, és aztán a 2000-es évekre nőtte ki magát egy egész hetes rendezvényé, és így indítottuk ebben az évben is ezt a rendezvénysorozatunkat. A hagyományoknak megfelelően kezdtük el az előkészületeket, illetve a lebonyolítása is annak a szellemében történik majd. Ugye volt egy fenntartóváltás az iskola életében, nem mégis megtartották az iskola nevét, és akkor ezek szerint a hagyományaikat is. Igen. Harmadik évét kezdte el a Györf István Katolikus Általános Iskola. 2015. szeptember 1-én kerültünk az Egri Főegyházmegye fenntartásában. Ekkor viszont nagyon sok valakinek itt a városban, az iskolában az volt a kérése, hogy a régi hagyományokat hagyjuk meg, amelyek jól működtek. És mi úgy gondoltuk, hogy a Györfi napok azok valóban az egész iskolát bemutatják és jól működnek, és immár a Katolikus Általános Iskolában is harmadszorra kezdjük a megszervezését. Akkor most beszéljünk arról, hogy hogyan készülnek erre a rendezvénysorozatra. Ugye nagyon széles a paletta gyakorlatilag, gondolom föl vannak osztva a feladatok, mindenki, az egész tantestület részt vesz ennek a szervezésében, vagy hogyan kell ezt elképzelnünk? A csoportokban igen, tehát tulajdonképpen mindenki belekerül valamelyik csoportban, ahol a szervező munkát már elkezdték a kollégák. Menjünk akkor végig a programokon. Nincsen rajta, ugye most kaptuk meg öntől a meghívókat, de a legelső program az nem szerepel rajta. Mi lesz ez? És erre hogyan készülnek? Ez mindig olyan titokzatosan zajlik, ez a alapítványi bál. A Györfi Színtársulat már hetekkel ezelőtt, hónapokkal ezelőtt elkezdte az ötletelést, a készülést. Úgy tudom, hogy már az utolsó fázisban vannak a műsorral való készülődésben. Az, hogy mi lesz a műsor, ez titok, majd a bálkor derül ki. Február 10-én 18 órakor kezdődik a bál a Déri Néművelődési Központban, de előtte, mint ahogy már ez évek óta szokás, a nyilvános főpróbát előtte pénteken tartjuk, és erre a bálra a nyolcadikosok hagyomány szerint mindig egy nyitó tánccal készülnek, mind a két nyolcadik osztályunk készül, ez is meglepetés. Tehát akkor erről sem lehet beszélni, ugye azt mondta, hogy ez egy alapítványi bál, gondolom, hogy minden évben valami fejlesztésre fordítják a bálból befolyó összeget. Mik voltak eddig, amelyeket meg tudtak valósítani, és az idén mi a terv? Az első évnek a bevételéből a nyelvi labornak a berendezését sikerült felújítanunk. A tavalyi bálnak a bevételéből néptáncruhákat vásároltunk. Ezek már készen is vannak, úgyhogy a néptáncgálán majd már ebben jelennek meg a tanulóinknak egy csoportja. Az idén pedig tovább szeretnénk az angol nyelvoktatásának a tárgyi feltételeit javítani a bevételből, hogyha szépen összegyűlik.
Ugye ez a Nyelvi Laborral a Nyelvtanulásért alapítvány, amelyről beszélünk. Mit lehet arról tudnunk, hogy most hogyan zajlik gyakorlatilag az iskolában a nyelvoktatás? Én emlékszem arra, amikor már én általános iskolás voltam, akkor már ez az iskola Györfi István, akkor még általános iskola volt, nagyon erős volt az angol nyelvoktatás területén. Most mik a tapasztalataik? Akkor már sokan nyolcadikból úgy jöttek középiskolába, hogy volt legalább egy alapfokú nyelvvizsgáljuk. Most hogyan állnak ezzel a kérdéssel? Milyen eredményeik vannak? Én úgy gondolom, hogy nem szégyenkezhetünk az eredmények miatt. Már a 80-as évek elején elkezdődött ebben az iskolában az angol nyelvoktatása, elsőként a városban. Ez napjainkban is folytatódik, hiszen már első osztálytól kezdve tanulnak a gyermekeink angol nyelvet, heti egy órában. Tehát most már nem negyediktől, ahogy nem, angol volt. Így van, tehát ez a mi iskolánk sajátosság, hogy már első osztályban heti egy órában, második, harmadik osztályban úgy szintén. Itt elsősorban még a szóbeli készséget fejlesztjük, illetve már második, harmadik osztályban egy kicsit azért az írásba is belekóstolnak a gyerekek. Negyedik osztály az egy nagy lépés, hiszen itt kezdődik már heti három órában az angol nyelvoktatása. Negyedik osztály végén megbontjuk az osztályokat, és a két osztályból egy év folyamon három csoportot alakítunk ki, és akkor két csoportban heti 5 órában tanulhatják a gyerekek az angol nyelvet, egy csoportban pedig heti 3 órában. És ez így megy 8. osztályig, és nagy eredményként könyveljük el, hogy azért az iskolánkból a tavalyi év végén is 15-en hagyták el az iskolát úgy, hogy középfokú nyelvvizsgával rendelkeztek. Az idén is tudom, hogy vannak készülő gyerekek, és itt szeretném megköszönni a lehetőséget a Szent Anna Észak Középiskolának, hiszen felajánlották a mi gyerekeink számára is a próba nyelvvizsgát, hiszen tudjuk azt, hogy Karcagon már több középiskola rendelkezik nyelvvizsga központi lehetőséggel, és ez nekünk is jó, mert így a gyerekeinknek nem kell majd elutazni Debrecenbe a nyelvvizsgákra. Ugye azt mondta, hogy fejlesztették a nyelvi labort, most újabb tárgyi eszközöket szeretnének vásárolni, ami a tanulás segíti majd a továbbiakban. Milyen eszközökről beszélhetünk itt? Mi az, amivel még lehet fejleszteni azt, hogy a gyerekek minél jobban elsajátítsák az idegen nyelvet? Na most itt nem csak egy, tehát mivel ilyen sok angol óránk van, ezért több tantermet kell kialakítanunk idegen nyelvi laborként, tehát ezeknek a tárgyi eszközei, a hangtechnikai felszerelései, a hanganyagok mellett azért még használják a gyerekek a szótárat is, és egyéb szakkönyveknek a beszerzésére is szükségünk van. Ahhoz, hogy a nyelvvizsga előkészítők is olyan szinten folyhassanak, hogy abból sikeres nyelvvizsga legyen majd. Aki esetleg nem vesz részt ezen a bálon, ők tehetnek-e ennek az alapítványnak felajánlásokat? Ugye nem soká majd jön az adózási időszak is. Tehát várják-e a személyi jövedelemadót például, vagy tehát igen, abból az mindig jelentős összeg folyik be a személyi adó 1%-ából, és én itt is szeretném akkor megragadni a lehetőséget, hogy akinek lehetősége van rá is, és teheti, és szeretné a mi nyelvoktatásunkat támogatni, az majd ajánlja fel az 1%-át. Legyen így, és köszönöm. Akkor nézzük a Györfi Napok rendezvénysorozat programjait. 12-i hétfőn kezdődik, ahogy látom a meghívóban. Így van, bár Györfi Istvánnak a születésnapja február 11-én van, de hétfőn kezdődik az iskolában a munka, így úgy gondoltuk, hogy mi is ekkor kezdjük el a Györfi Napokra való, vagy a Györfi Napokat. Hétfőn 11 órakor a városba is szeretnénk kivinni a Györfi Istvánról szóló megemlékezésünket, ezért 11 órakor a Múzeumparkban lévő szobránál tartunk egy megemlékezést. Hát majd az időjárás függvénye lesz, hogy hány gyerekkel fogunk oda kimenni. Egy kis műsor és koszorúzásra kerül sor itt a szobornál. Hagyományt alakítottunk már ki tavaly, hogy az első osztályosaink emlékeznek, itt kerülnek tulajdonképpen közvetlen kapcsolatban Györfi Istvánnal, és itt kapnak egy nagy képet is, amit aztán majd az osztálytermükbe tesznek ki, és viszik magukkal egészen 8. osztályig. Tehát ez lesz az első nap nyitó programja gyakorlatilag, és délután folytatódik. Így van, 2 órakor folytatjuk, akkor már a József Attila út 1 szám alatt az aulában
lesz Györf Istvánról egy megemlékezés, illetve az aulában lévő Györfi szobornál koszorúzunk. Majd a koszorúzást követően a helytörténeti pályázatoknak az értékelésére és a Györfi Galéria értékelésére, illetve a megnyitójára kerül sor. Az idén miről szólt a helytörténeti pályázat, vagy miről szól? Ugye mindig újabb és újabb témákat találnak ki. Igen. Tavaly indítottuk a kalendáris kalandozásainkat. Tavaly a húsvéti ünnepkört járhatták körbe a gyerekek, az idén pályázó gyerekek pedig adventtől vízkeresztig. A másik témának az ötletét azt tulajdonképpen tavaly találtuk ki, akkor, amikor a megyei értéktár hirdetett egy hungarikum vetélkedőt, nagyon sok csapatunk nevezett, szívesen foglalkoztak ezzel a gyerekek, és akkor láttuk a történelem szakos kolléganőmmel, hogy ennek talán egy kicsit a mélyére is kellene nézni, és úgy gondoltuk, hogy akkor az idén a gyerekek ismerkedjenek meg Karcag értékeivel, büszkeségeivel. Azokra az értékekre gondoltunk, amelyek a Karcag település értéktárában, illetve a megyei értéktárban, valamint a hungarikumok gyűjteményében megtalálható Karcagról. És szép számmal érkezett. Ez elég komoly kutató munkát von maga után. Igen, úgy és gondolom. Úgy látjuk, hogy ennek még lehet folytatása, hiszen az idén nagyon népszerű volt, belenéztem a beérkezett pályamunkákba, hiszen a napokban volt a határidő a leadásának, és első helyen áll a kunhímzés, a vercsipke, és a birka pörkölt, tehát azért jól ráéreztek a gyerekek a témára. De valóban ez igazán kutató munkát igényel, mert nem nagyon lehet az interneten még találni róla anyagokat. És gyakorlatilag ugye azért azt tudjuk, hogy egy általános iskolás gyermeknek azért sokáig tart egy napja, és még otthon is tanulnia kell, szakkörökre járnak, azért ez nagyon dicséretes, hogyha valaki még egy ilyen nehéz feladatba is belevág. Miről szól a Györfi Galéria? A Györfi Galéria ugyanezekről a témákról, csak itt rajzban jelenítik meg a gyerekek, vagy maketben. Még ennek nem történt meg a leadási határideje, de az előzetes információim szerint ide is sok munka készül. 13-án folytatódik a program. Mi várja akkor az érdeklődőket? Kedden, ha jól látom, akkor itt a felnőttek vehetnek részt valamilyen programon. Kedden délelőtt 8-tól 10 óráig a Kossuth tér 4 szám alatt tanuló alsótagozatos tanulóink, illetve a József Attila út 1 szám alatt lévő alsós osztályainkban a szülők részére lesz bemutató óra, ahová szeretettel várjuk a kedves szülőket, nagyszülőket, érdeklődőket. Ezek népszerűek, ezek a bemutató órák? Népszerűek. Tehát a szülők kíváncsiak? Igen, nagyon kíváncsiak a szülők. 14-e szerda. Én még egy kicsit visszatérnék a kedre, mert délután sem maradt program nélkül. Itt a Mozdulj Györfi sportvetélkedőre kerül sor. Ezt néhány évvel ezelőtt indította el testnevelő kollégám. Itt a Netfitben lévő ingafutás az, amit a gyerekek, hogyha testnevelés órán kell teljesíteni, akkor egy kicsit megterhelőnek tartják, de hogyha ebből versenyt szervezünk, akkor sokkal szívesebben vesznek részt benne. 5 futamot tervezünk, az első 4 futamban az 5., 6., 7., 8. osztályosok versenyeznek egymással, az 5. futamot pedig nyílt futamként szeretnénk meghirdetni, ahol szeretettel várjuk a szülőket, illetve az érdeklődő alsótagozatos gyerekeket. Ezt hol fogják megrendezni? Ezt a sportcsarnokban. Ugye az időjárási viszonyokra való tekintettel azért februárban még elég képlékeny az időjárás, és akkor eljutottunk most 14-e szerdára, itt úgy látom, hogy délután lesz program. Igen, szerdán délután az alsótagozatosoknak kerül sor a Györfi Téka hagyományos olvasó versenyre, ahová a városiskoláiból várjuk a benevezéseket. Ha jól látom, akkor lesz majd még ismét egy nyílt óra. Igen, ez a felső tagozatban csütörtökön délelőtt 8-tól 10 óráig, tehát az első 2 órában. Ide is szeretettel várjuk a szülőket. Itt elsősorban az 5., 6. osztályban nagyobb az érdeklődés, azért akadnak még a 7., 8. évfolyamon is érdeklődő szülőink. Egyébként a gyerekek hogy viselik ezeket a nyílt órákat? Tehát azért mégsem az van, hogy van szembe velük egy tanár, és akkor a saját kis megszokott közösségük vesz részt egy órán, hanem azért, ha sok érdeklődő van, akkor... Itt különösen a kisebb tanulóink, akik meg akarják mutatni a szülőknek, nagyszülőknek, hogy ők milyen ügyesek itt az iskolában is.
16-a péntek, ismét egy verseny. Ez igen. Az iskola. Így van, ez az hagyományos kistérségi angol versenyünk, ahová a kistérségből, illetve a megyében lévő Egri Főegyház megye fenntartásában lévő általános iskoláknak a érdeklődő tanulóit várjuk. És akkor elérkeztünk gyakorlatilag az áró programhoz, és ez az egyik legnagyobb rendezvényük, ami gyakorlatilag, ha jól tudom, akkor majdnem minden osztályt megmozgat. Minden osztályt megmozgat most már, hiszen az ez az öttes nevelés órának köszönhetően minden osztályunkban heti egy órában a gyerekek néptáncolnak. És ilyenkor érnek el odáig, hogy az egész éves munkájuk lezárásaként, ami nyilván visszanyúlik az előző tanévre, bemutatkozzanak a szülők, nagyszülők, vendégek előtt, hogy mi az, amit megtanultak az elmúlt időszakban. Gondolom, akkor már zajlanak a próbák ezzel a rendezvényen kapcsolatban. Igen, már lázasan készülnek a gyerekek. Egyébként néptáncruhák tekintetében mennyire ellátott az intézmény? Ugye, hogyha majdnem minden osztály vagy minden osztály fellép, akkor az rengeteg ruhát jelent. Igen, köszönhető Millinghofer, Oroszné Millinghofer itt a kolléganőmnek, aki nagyon kreatívan oldja meg ezt a dolgot, de abban vagyunk, hogy minél több saját néptáncruhával is rendelkezzen az iskolák. Kölcsön szoktuk kérni, és köszönet azoknak az iskoláknak, intézményeknek, akik ilyenkor rendelkezésünkre bocsátják a néptáncruháikat. Hát kívánjuk, hogy bővüljön ez a néptáncruhatár, és sok sikert, sikeres megvalósítást kívánunk a Györfi Napok rendezvény sorozathoz. Igazgatónő, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Hamarosan megnyílik Karcagónak új ügyfélfogadási irodája. Mit lehet tudni a felújításról, hogy állnak most és mikor nyílhat meg az iroda? Hát az iroda megnyitója az február 2-án lesz itt a helyszínen. Ez a szolgáltató központ, az országban az 5. szolgáltató központ, annak a stratégiának a része, amely magába foglalja azt, hogy minden megyébe legalább 2-3 ilyen szolgáltató központ alakul ki, ahol a gazdák részére a falugazdász kollégák szolgáltatást végeznek, illetve segítséget nyújtanak a különböző adminisztratív munkák stabil elvégzéséhez. Ezen kívül növényorvosi, állatorvosi, pályázati szolgáltatásokat, banki szolgáltatásokat, műszaki szolgáltatás, vetőmagtermesztéssel kapcsolatos technológiával kapcsolatos előadásokat fogunk tartani. Tehát a gazdák felkészítése az egy nagyon fontos tényező, hiszen a gazdák ebben a téli évszakban jobban ráérnek, és ugye felkészülnek a tavaszi, nyári, őszi munkákra, és ez a szolgáltató központ ezt a célt szolgálja. Ez a szolgáltató központ olyan kultúrkörülményeket, olyan műszaki hátteret, olyan digitális lehetőségek birtokát jelentését adja át a gazdatársaknak, amivel a versenyképességet tudjuk fokozni, hiszen a szellemi tőke ajusztálása az egy nagyon fontos tényező, és ennek a tényezőnek a lehetőség kihasználása az mindenképpen minden gazdatársamnak jár, hiszen a versenyképesség úgy az Unióban, mint Unión kívül is nagyon fontos tényező, tehát a vidék fennmaradását, a vidék fejlesztését, ezek az eszközök, ezek a lehetőségek, ez a központ is biztosítja, tehát megfelelőképpen felkészülten, versenyképes állapotba tudjuk hozni a gazdatársadalmat. Említette, hogy februárban lesz a megnyitó, de akinek esetleg már kérdése van, vagy olyan problémája, amire segítséget szeretne találni, az bejöhet-e már az irodába, és intézhet-e már valamilyen ügyet? Igen, már működik az iroda, a falugazdász kolléganő áll rendelkezésre a gazdatársak részére, és hát szokhatjuk ezt az új lehetőséget, szokják a gazdatársak is, majd megfelelő tájékoztatásokat fogunk számukra nyújtani, hogy milyen lehetőségeket tudnak igénybe venni, milyen szolgáltatás az, ami az ő érdekeit szolgálja, illetve hát a munkára tudnak több koncentrációt szentelni, és közben meg ugye az információkat megkapják, és itt minden információhoz hozzájutnak, ami a termelés során nekik feltétlenül szükséges.
Van-e már arról tapasztalat, hogy hogy fogadták a gazdák, hogy egy ilyen komplex ügyintézés lehetősége nyílt meg előttük Karcagon? Igen, hát van erre már példa. Igazából, ha visszatekintünk 2000 előtti évekre, tehát 1993-ban alakult a Nagykun gazdakör, attól fogva mindig megpróbáltuk a lehető legfrissebb információkat közzeadni, és ennek a fejlődés sorozatnak a mai pontja lesz az, amikor egy magasabb szintű információs lehetőséget biztosítunk szolgáltatásként a gazdatársaknak, ahol már működik mellettünk itt Hajdúböszörményben. A Hajdúböszörményi tapasztalatok nagyon jók, úgy műszaki, információs, kereskedelmi szempontból, illetve a nap aktuális dolgoknak, illetve az uniós kötelezettségeknek a minél jobb feldolgozása, gyorsabb, hatékonyabb, precíz igénybevételét is jelentik ezek a szolgáltatóközpontok, és úgy gondolom, hogy itt a karszagi gazdatársadalom ennek a nagy határnak a kézben tartó gazdálkodói, azok megérdemelnek egy ilyen információs központot, hogy a továbbiakban versenyképesen tudjanak gazdaságosan a város érdekében, a megye érdekében, saját érdekükbe, a családi gazdálkodók érdekében tevékenykedni. Ez az intézmény hány gazdát tud kiszolgálni? Hát általában egy ilyen gazdacentrum, mint ez is, egy olyan 2000 gazdát fog kiszolgálni, tehát gyakorlatilag itt a Bácsalóktól Tiszafüledig, másik oldalról Kisújszállás, Túrkeve irányából, tehát itt az a 22 település, akik a mi érdekeinket, érdekközösségünket jelentik, azoknak a gazdáknak áll rendelkezésére folyamatosan, megfelelő felkészültséggel is. Az előadások során nyilván a környezetünkben lévő gazdatársak megfelelő információkat fognak kapni, a mellettünk lévő előadóterem azt a cél szolgálja, hogy a gazdák megfelelően fel tudjanak kultúrkörülmények között készülni a jövőt illetően. Említette, hogy Jászlónkun-Szolnok megyében nem csak egy ilyen iroda nyílik az elkövetkezendő időszakban. Hol lehet még NAK-irodával találkozni majd? Tulajdonképpen 4 ilyen iroda lesz. Karcagon, ami ugye már folyamatban van, Jászapátin, Mezőtúron és Szolnokon a központunkban. Tehát gyakorlatilag 4 olyan helyen, Jászság, Kunság, Tiszazug és Szolnok. Ez a 4 körzet lefedi azt a 40 kilométeres körzeten belüli szolgáltatást, amiről a gazdatársaink tudnak értesülni, illetve rendszeresen meg tudják látogatni, információhoz jutni, meg hát egymással tudnak konzultálni, hiszen ez, ahol vagyunk, ez valamikor a katolikus legényegylet volt, és itt a gazdatársaim annak idején igazán komoly, intenzív gazdaéletet éltek, kulturált körülmények között tanultak egymástól, barátkoztak jó hangulatban, és ugye kölcsönösen segítve egymás munkáját, tulajdonképpen a mai viszonyok között ugyanazt ismételjük, csak magasabb szinten. Advent a kismanóknak címe rendeztetek adománygyűjtést december elején, közepén. Hogy sikerült ez a gyűjtés? Mi volt tulajdonképpen ez a gyűjtés? Hát igazából a gyűjtés lényeg az volt, hogy felmerült bennünk, hogy nagyon sok szegény család van a környezetünkben, és hogy hogyan tudnánk rajtuk segíteni. Ugye előtte volt már egy kabátgyűjtő akciónk, ami elég jól sikerült, és ebből kifolyólag kitaláltuk azt, hogy egy Advent a kismanóknak néven hogyan segíthetünk gyerekeken, esetleg családokon egy kis adománygyűjtő akcióval. December elején indítottátok ezt a gyűjtést, hogy karácsonyra mindenkinek szép ünnepe legyen. Hogy zártátok ezt az akciót? Igen, december elején kezdtük, ami szerintem egy nagyon picit későn volt a kezdés. Igazából először szerveztünk ilyet, de annak ellenére én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, hiszen sok kis gyermeknek tudtunk segíteni. Az adományok szerintem jobban összegyűltek, mint ahogy terveztük, vagy ahogy gondoltuk. Szembesültünk azzal is, hogy ilyenkor nagyon sok adománygyűjtés van, és megijedtünk egy picit az elején, hogy esetleg mégsem lesz
ez olyan sikeres, de hál' Istennek az emberek adakozóak és segítőkészek, úgyhogy elmondhatom, hogy egy fél autónyi csomag volt, tehát személyre szabott ajándékkal tudtunk a Vöröskereszthez segítséget nyújtani, ami ugye eljutott a családokhoz. Lehet azt tudni pontosan, hogy hány kisgyermeket sikerült megajándékozni karácsonykor, és hogy milyen településen? Igazából mi ezt pontosan még nem tudjuk, még a Vöröskereszttel nem vettük fel a kapcsolatot, hogy pontosan hány családhoz osztották ki, hiszen ahogy az elején is említettük, mi a Vöröskeresztre bíztuk ezt az egész dolgot, hiszen mi ehhez nem értünk, inkább csak a kapcsolatunkat próbáltuk erre föltenni. Azt viszont tudom, és elmondhatom, hogy én jó magam is Karcagon egy családhoz vittem egy általunk összeállított adománycsomagot, és ebben volt kisgyereknek, felnőttnek szánt ajándék, és én úgy érzem, hogy nagyon nagy támaszt és nagyon nagy segítséget és örömet tudtunk vele okozni, hiszen a karácsony mégiscsak erről szól, hogy boldogságot, örömet adjunk és szeretetet egymásnak. Említetted, hogy személyesen is vittél ki ajándékot. Milyen érzés volt ez? Mit láttál a gyerekek arcán? Igazából egy picit meglepődést először is, tehát egy picit olyan érzés volt, mintha Mikulás ment volna. A szülőn láttam a meghatódást leginkább, a gyerekek azok örültek, és hát ugye rögtön nekiestek és nyitották ki a csomagot, hogy mi lehet benne. Említetted azt is, hogy nem ez volt az első adománygyűjtő akciótok. 2018-ban terveztek-e hasonló programot indítani itt Karcagon, vagy itt a térségben? Igen, hát igaz, hogy említettem, hogy nem ez volt az első, viszont nagyon gyerekcipőbe járunk ennek a szervezésében, de úgy érzem, hogy igazából itt nem is kell annyira érteni hozzá, inkább szívből kell csinálni. Úgyhogy mi, ahogyha támogat a csapatom, és már pedig szerintem elég jól támogat ebben, úgyhogy mindenféleképpen tervezzük a jövőben is. Ha többször, nem is egy évben, de karácsonykor biztosan. Elnök úr, polgármester urak, tisztelt meghívottak, tisztelt kollégáim! A rendőrség napi tevékenységében a gyors reagálás, a szolgálati feladatok biztonságos ellátása és a logisztikai tevékenység hatékony végrehajtása alapvetően fontos. Magyarország kormánya ezért a rendvédelmi és honvédelmi szervezetek használatában lévő elhasznált, magas futó teljesítményű gépjárművek amortizációs cseréjéről döntött. A beszerzések első ütemében 2017 év végéig a gépjármű park rendőrségi jelzettel ellátott járőr személygépkocsik amortizációs cseréje valósul meg, mely során Audi, Volkswagen, Skoda, Mercedes és Suzuki típusú autók kerülnek használatban. Ezek közül a járművek közül a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság a mai napon 63 darab szolgálati gépjárművet kap szolgálati feladatainak hatékony támogatására. Az új gépkocsik rendszerbe állításától kezdődően a mai naptól a rendőrfőkapitányság rendőri jelleggel ellátott személygépkocsijainak átlagos életkora 6,8 évről 4,1 évre csökken. A folyamatos szolgáltellátás biztosítása érdekében a gépkocsikat szállító partnereink 5 évig, vagy 200 ezer kilométer futás teljesítményig gyári, technológiás szerviz hátteret biztosítanak. A gépkocsik a legmodernebb környezetvédelmi és biztonsági követelmények alapján készültek. Számos vezetés segítő támogató rendszer került beléjük elhelyezésre. Ilyenek a kipörgésgátló, a medes stabilizáló, a parkolás segítő rendszer. A járművekhez biztosított mind a nyári, mind a téli gumiabroncs készlet. Maradéktalanul megfelelnek a speciális rendőrségi tevékenység elvárásainak, továbbá lehetővé teszik a rendőrök felszerelésének biztonságos és rendezett elhelyezését. A most beszerzett gépkocsik mindegyike közepes vagy nagy teljesítményű motorral szerelt. A 120-tól 184 lóerőig terjedő motorteljesítményű járművek, a megkülönböztető fény
és hangjelzés egyidejű használata mellett is biztosítják a helyszínre történő gyors eljutást és a dinamikus intézkedést. A Mercedes 220 és a Volkswagen Caddy gépkocsik terheléstől függően automata négykerék meghajtással, még a Suzuki Vitara gépkocsik külön kapcsolatú négykerék meghajtással rendelkeznek. Ami a változó út és terepviszonyok esetén is biztosabb és stabilabb haladást garantál. A gépkocsikra, mint ahogy látják, új típusú LED technikán alapuló szöveges feliratok megjelenítésre is alkalmas fényhidak kerültek felszerelésre. Az új fényhíd lehetőséget biztosít arra, hogy a polgárok részére a rendőri intézkedés rövid tartalmát, illetve a közlekedés szempontjából fontos tájékoztató információkat jelenítsenek meg. Bízom benne, hogy az újonnan beszerzett, korszerű, megbízható járművek a jövőben is hozzájárulnak a rendőrségi feladatok magas színvonalú ellátásához. Ezzel hatékonyan támogatva a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság szolgálatellátását, és nem utolsó sorban korszerű munkakörülményeket biztosítanak az kollégáinknak. Ezúton szeretném megköszönni megyénk országgyűlési képviselőinek, kormány megbízott asszonynak, elnök úrnak, polgármester uraknak, a társhatóság vezetőinek a rendőrség mindennapi feladatai ellátásához nyújtott eddigi segítségét, támogatásukat, remélem a jövőben is bízhatunk ebben. Megyénk közrendjének, közbiztonságának, a lakosság szubjektív biztonságérzetének fenntartása érdekében végzett együttműködő tevékenységüket, valamint a közös cél elérése érdekében kifejtett munkájukat. Megtisztelő figyelmüket nagyon szépen köszönöm. Új járművekkel gazdagodott a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrség állománya. Hány jármű érkezett, és ezek hol fognak szolgálatot teljesíteni? A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság a mai nappal 63 darab új rendőrségi jelzettel ellátott gépkocsit vehetett át, illetve kezdhetik meg a szolgálati feladataikat a szolgálati helyeiken. Természetesen ez a megyei rendőrfőkapitányság kapitányságai között került kiosztásra, és onnantól a mai naptól, illetve a holnapi naptól kezdik meg a feladataik végrehajtását. Az, hogy milyen arányban került elosztásra ezt a szolgálati feladatok, illetve a kapitányság területi nagysága és még egyéb jellemzői határozták meg. Ez a nagy arányú fejlesztés mit jelent a rendőrség életében? Mondhatjuk azt, hogy a gépjárműveink átlag életkora 7 évről 4 évre csökkent, amely nyilván nagymértékben segíti a rendőri intézkedések gyors és hatékony végrehajtását. Jász-Nagykun Szolnok megye rendőrsége 63 új személygépjárművel gazdagodott. Mit jelent ez a megyének, mit jelent a megye közbiztonságának? Ebből is látszik, hogy fejlődik az ország és fejlődik a megye is, hiszen emlékszünk akár 6-8, de talán több 10 évvel ezelőtt mindig az volt a gond, hogy lerobbant a rendőrség gépjármű állománya, elfogy a benzinpénz, nem tudnak kiérkezni a helyszínekre, és azt látom, hogy ez megváltozik. Korszerű gépjárművekkel most már fel tudják venni a versenyt azokkal a bűnözőkkel, akik nagy teljesítményű autókkal mennek, most már nem az, hogy lerázzák a rendőröket, hanem azt látom, hogy fel van készülve személyállományban, gépjármű és technikai állományban is a rendőrség arra, hogy fel tudja venni a 21. század bűnözőivel a versenyt, és ez az eredményekből látszik is. Nem csak a megye, hanem ezen belül Karcag is több új autóval gazdagodott, a karcagi illetékességi terület. Ez ott mennyiben segítheti a rendőrség munkáját? Mindenképpen, hiszen egy komoly fejlesztés történt Karcagon és a környékén. Remélhetőleg tavasszal átadjuk az új rendőrkapitányság épületét, hiszen Karcagon volt az országban egyetlen rendőrkapitányság, amelyik nem saját tulajdonú épületben volt, az önkormányzat tulajdonában lévő épületben. Át lesz adva a korszerű rendőrkapitányság, korszerű gépjárművekkel, és nem véletlen a karcagi kapitányság érte a legjobb eredményeket a megyében, és azt gondolom, hogy ez tovább fejleszthető, tehát újból a legjobb eredményeket fogja elérni a korszerű kapitányságon és a korszerű eszközökkel. Köszöntöm nézőinket, a Lovagudvarban vagyunk, és Pardi Sándor, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatójával beszélgetünk, hiszen mögöttünk zajlik egy vizsga. Egy újfajta képzést indított a Varró István Szakgimnázium. Milyen képzés ez? Ez konkrétan vendéglátó eladó, részszakképesítés, és tulajdonképpen 19 fővel van jelen az esetben a vizsgán. Úgy gondolom, hogy beindult nálunk a felnőtt képzés és a felnőtt oktatás, ez a felnőtt képzésnek egy része.
és akkor most van a gyakorlati és szóbeli vizsga. Utána tudunk-e valamit, hogy lesz-e még ennek folytatása, vagy ezzel milyen képzettséget szereznek a végzettek? Egy részszakképesítés, említettem, hogy vendéglátó eladó részszakképesítés, tulajdonképpen el tudnak helyezkedni ilyen büfé eladónak, tehát tulajdonképpen egy kisebb ténykedéseket, kisebb tevékenységet el tudnak végezni. Ennek ez a lényege, ez egy támogatott képzés a kormányhivatal részéről, és ezt vállalta a centrum, és ezt teljesíti a vizsgával, abszolválja minden vizsgázó. Sokszor beszéltünk már arról, hogy igazodni kell az igényekhez, akkor gondolom erre volt igény, de mi a jellemző, hogy jelentkeznek a cégek, hogy szeretnének X mondjuk kőműves vagy bármit, tehát megvalósult-e már, amit ő szeretne, hogy igényel jelentkezzenek önöknél? Igény a cégek részéről van, napi kapcsolatban vagyunk, mondhatom azt a különböző munkadókkal, és ők jelzik az igényeket. Sajnos van még egy olyan része a szülők részéről, hogy a szakképzés valamilyen formában nem nagyon akarják a gyermeküket jelkülni, én pedig azt gondolom, hogy ez egy biztos megélhetés jelent, hogy valaki jó szakmát szerez. Akkor azt gondolom, hogy van még feladat bőven. Beszéljünk egy, már nem ehhez a vizsgához tartozik, de az új képzésről, amit a Varró fog indítani, hiszen a egészségügyi képzést is átveszik. Igen, szeptember 1-től 2018-tól indítjuk az egészségügyi képzésünket, 4 éves érettségépül és gyakorlóápoló képesítést fog kapni, részképesítést. Én úgy gondolom, hogy a feltételeket most alakítjuk kifele. Megpróbálunk olyan feltételeket előteremteni, amely a legkorszerűbb körülmények is megfelel. Én úgy gondolom, hogy nagy szeretettel várjuk a tévéstábot, ahol meg lesz a berendezett ápoló termünk, hogy nézzék meg és mutassák meg a közönségnek, hogy milyen. Köszönjük szépen! Köszönöm is. Szabó István igazgatóról beszélgettünk a felnőtt képzésről. Mennyire jellemző az iskolában? Hát én úgy gondolom, hogy az igény is megvan, és a lehetőség is, hiszen a munkahelyi központ azért megteremti a lehetőségeket, a forrásokat arra, és az igény is megvan a vállalkozók részéről erre, hogy igen, szükség van rájuk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon helyes irány, hogy azokat a felnőtteket, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak elhelyezkedni, egy nagyon értelmes cél érdekében foglalkoztatják, mozgósítják, és hát én úgy gondolom, hogy egy új szakma elsajátítása az mindig egy értelmes cél. Tehát ez mindenképpen előre viszi az embert, célt elér, meg előre viszi a gazdaságot is, hiszen új szakemberek lépnek be. És itt az előtte beszélgettünk arról, hogy van, amikor önök csak helyet adnak, van, amikor önök, tehát ilyen közös megoldás is van. Igen, így van, hát ez egy nagy összefogás igazából. Tulajdonképpen ez is, ahol most vagyunk, ugye egy ilyen összefogás eredménye, hiszen az elméleti képzés, az elméleti órák azok a iskolában folytak, és hát kiváló gyakorlati helyet biztosított Szatmári úr, és hát látjuk, a vizsga zajlik, úgyhogy látszik, hogy eredményesen sikerült, legalábbis én úgy látom felkészíteni a gyerekeket. Szükség van ilyen összefogásra, hiszen nagyon sok rétű a felnőtt képzés, és nagyon gyorsan kell megteremteni a lehetőségeket, hogy az elméletet is megkapják a diákok, és meg legyen a megfelelő gyakorlóhely is. Itt a Karcagi Szakképzési Centrumnak megvannak a kapcsolatai, megvannak a lehetőségei ahhoz, hogy akiket mozgósítani kell az ügy érdekében, azokat mozgósítsa. Köszönjük szépen! Én is köszönöm. Az előzőkben már hallottuk, hogy Szatmári Jánosnál zajlott a gyakorlati része ennek az oktatásnak. A vizsgán mit kell a diákoknak teljesíteni? Hát a vizsgán a kihúzott tétel, amit sikerül nekik kihúzni, vagy jobbat, vagy nehezebbet, és a teremben lévő asztalon megterített alapanyagokból kell készíteni nekik azt az ételt el, meg kávét, vagy teját főzni, amelyik a tételen szerepel. És akkor itt ebben látom, hogy van meleg étel, van ami szendvics készítés, tehát ez sok rétű. Igen, azért mondom, hogy a tételen szereplő. Most akkor van egy kávézó helyiség kialakítva, akkor van egy cukrászda rész, van egy büfé, és van egy konyha rész. És hogyha ha hideg tálat kell húzza ki, akkor a hideg tálat kell elkészíteni. Hogyha a szendvicseket kell készíteni, akkor megvan a meleg szendvics, vagy egyéb fajta szendvicseket kell készíteni, vagy süteményeket kell felszolgálni, akkor azokat kell, nekik azt a feladatot kell elvégezni. Azt gondolom, hogy akkor most itt mindenki izgul, de hogyan látja, hogyan teljesítenek a lányok, illetve nem tudom, hogy van-e köztük fiú, de eddig csak lányokat látunk. Igen, van egy pár fiú is. Hát ezt majd a vizsgabizottság fogja eldönteni.
lényegében, amiket felszolgálnak, vagyis és kihúzott vizsgapapíron van, és amit kihúzott tételt, akkor azt felszolgálja az asztalra, és akkor ott döntik el, hogy milyen ízeket készített, milyen kávét főzött, hogy szolgálta fel, úgyhogy a pontszámokat lesznek. Hát akkor azt gondolom, hogy van egy kis izgulás, aztán utána mindenki, reméljük, eredményesen zárja a mai napot. Köszönjük szépen! Hát igen, még utána lesz a szóbeli, és akkor a szóbeli vizsga után lesz az eredményhirdetés. Akinek sikerült, de bízok benne, hogy mindenkinek sikerülni fog. ...2018-at írunk, elindult a múzeumi szezon. Mit várnak ettől az évtől? Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy ugyanazt várom, illetve azt abban bízunk, hogy ugyanolyan évünk lesz, ha nem egy kicsit jobb, mint ami tavaly volt. Ugye ugyanazokkal az munkatársakkal, ugyanazokkal a szakemberekkel tudunk nekiindulni ennek az évnek, mint ami a tavalyi évben volt, ahogy a tavalyi évet zártuk. És hát most tulajdonképpen már félig meddig megterveztük, hogy milyen programunk lesz ebben az évben. Van, ami már konkrét időpont, van, ami még szervezés alatt van ebben az évben, de már az alapirányok kialakultak. Így például ugye most, ahol itt állunk az időszaki kiállításban, ez a kiállítás ugye még január közepéig látogatható lesz, ugye ez a térképészet történeti kiállításunk, ami novemberben nyílott. Majd ezt követi a Magyar Kultúra Napja alkalmával egy Hungarikum kiállításunk a szikvízgyártásról, tehát ugye a szikvíz, ugye a szóda az magyar találmány, ugye Hungarikum, és éppen ezért ezt a kiállítást fogjuk majd bemutatni január végén. Ez majd eltart, ez a kiállításunk márciusig. Márciusban pedig majd szeretnénk egy tiszavölgyi kiállítást idehozni, március második felében, hiszen tavaly emlékeztünk a Mirhó gátjának megépítésére, annak az évfordulójára, és erre készült egy nagyon szép kiállítás, vándorkiállítás, amit ha minden igaz, akkor sikerül ide elhoznunk. Ezt követően pedig úgy tervezzük, hogy a pályázat volt már több évvel ezelőtt, illetve tavaly év elején is, az Eleink Élete című pályázat, fotópályázat, és abból, annak az anyagnak folytatásaként ugye elkészítjük a mostani legutóbbi felhívásnak megfelelően beérkezett képekből a kiállításunkat, amit majd ugye szintén tavasszal szeretnénk nyitni. És ha már itt tartunk, ez az első fél év programja, ami úgy nagyjából már konkrétabb. Március 13-án pedig rendezünk egy egynapos konferenciát a Városháza nagy termében. Ez az egynapos konferencia, ezt a múzeum a Debrecen Egyetem Bölcsészettudományi Karával közösen szervezi. Főképpen fiatal kutatóknak szeretnénk terepet adni, illetve lehetőséget adni, hogy előadást tartsanak. A konferencia témája a jászok és a kunok, illetve a hajduk és egyéb szabadalmas népeknek az élet minőségéről, a társadalmáról, történeti néprajz és múzeológiai konferencia. Gazdag lesz akkor ez az esztendő is. Aki esetlegesen szeretne ellátogatni a múzeumban, megnézni az állandó kiállítást, vagy az időszaki kiállításokat, mikor teheti meg, tehát hogy van nyitva a múzeum? Tulajdonképpen a múzeum mától nyitva van, ugyanúgy, mint eddig. Most téli időszakban reggel 9-től délután 4-ig látogatható, egészen 2 szombatig. Hétfő és vasárnap természetesen a szünnapunk. Majd a tavasszal áttérünk a rendes 10-től 17 óráig tartó nyitvatartásra is, úgyhogy amikor majd például lesz a 20. Birkafőző Fesztivál júniusban, akkor is ez az időpont lesz, illetve hát ott valószínűleg megint a múzeumok éjszakája program keretében belül
keretén belül megint itt lesz egy kis rendezvény, úgyhogy várjuk ezt az évet is. Az első fél évről beszéltünk, nyilván azért a nyár és az őszi időszak, téli időszak messzebb van, de milyen terveket és milyen kiállításokat, programokat terveznek az elkövetkezendő időszakra a tavasziakon kívül? Igen, hát most a múzeum pedagógiai foglalkozásoknak az előkészítése zajlik. Szeretnénk a Népművészeti Egyesület tagjaival is programokat szervezni, hiszen annak is ugye a múzeum a félig meddig a bázisa az egyesületnek, és a kézművesek fognak foglalkozásokat tartani. Majd ezt főképpen elsősorban inkább diákoknak tervezzük, diákoknak szervezzük. Tehát tulajdonképpen szeretnénk folytatni ugyanazt a dolgot, amit már megkezdtünk, hogy egy kicsit a fiatalokkal, hiszen a múzeumban is fiatalkorba kell beszoktatni az embereket, hogy mindenki úgymond játszva tanulja meg a múltját, és abból tudjon építkezni a jövőre. És hát azért ebben az évben, tehát az év második felében is tervezünk különböző programokat, ugye ebben az évben elkerülhetetlen, hogy meg ne emlékezzünk, ugye az első világháború végéről, hiszen 100 éve ért véget, és itt tervezünk szintén egy első világháborús kiállítást, illetve valamilyen programot, még ez nem egyértelműen tisztázódott, hiszen annyi első világháborús kiállítás volt elég, hogyha most itt a novemberben Gömbsátorban látható kiállításra gondolok. Inkább mi a végével kapcsolatosan inkább egy kicsit a trianoni helyzet, illetve a trianoni Magyarország kialakulása inkább ezzel kapcsolatosan szeretnénk tervezni ezt a programot. Aztán, ha minden igaz, akkor ebben az évben talán 2 kiadványt is sikerül tető alá hozni, hiszen ugye említettem az előbb ezt a márciusi konferenciát, ennek az anyagát megkívánjuk majd jelentetni, és ezáltal fölelevenítjük a múzeum korábbi sorozatát, tehát a Nagykun Múzeum közleményei című sorozatot, annak lesz majd része. Illetve tavaly elkészítettem én személy szerint a Kántor Sándor és tanítványai című tanulmánykötetet, ez tulajdonképpen Kántor Sándor munkásságát, illetve már 2 elhunyt, Evszamó Mihály és Esznagy István munkásságát bemutató kötet. Ugye 4 tanítványa volt Kántor Sándornak, de 2 még hál' Istennek élt, és a 2 lezárult életművet mutatom be ebben a könyvben, kézirat formájában már ez rendre készen van, tehát ezt szeretnénk ebben az évben megjelentetni majd. Kedves nézőink, most kenderesi körképünket láthatják Háttér című magazinműsorunk különkiadásában. Tartsanak velünk! Üdvözlöm Pádár Lászlóné polgármesterasszonyt, Kenderesváros polgármesterasszonyát. Milyen topos pályázatokban vesz részt Kenderes, és milyen eredménnyel? Hát Kenderes próbálta kiaknázni a lehető legtöbb lehetőséget a topos pályázatokból. 8 sikeres topos pályázatunk van, ami tulajdonképpen azt fogja eredményezni a településen, hogy megszépülnek, megújulnak a középületeink, köztereink, szinte egy megújult településképpel fogunk találkozni a munkálatok befejezését követően. Ilyen topos pályázat volt, pályázaton nyertük a komplex energetikai fejlesztésű pályázatokat, aminek keretében meg fog újulni a városházánk, a könyvtár, a területi gondozási központ, és hát több olyan
épületünk, aminél az energetikai megtakarítások nagyon fontos szempont kell, hogy legyen. Ennek a pályázatnak a teljes költsége 199.765.740 forint, tehát ez egy elnyert pénz, ami már itt is van a számlánkon. Jelenleg a műszaki tervek előkészítése és az engedélyezési eljárások zajlanak. Bízom abban, hogy a határidőre tudjuk teljesíteni mindazokat a mérföldköveket, amik meg vannak határozva ebben a körben is. Élhető Kenderes zöldváros elnevezésű pályázaton is nyertünk 105.200.000 forintot. Ez is egy összetett pályázat, amiben tulajdonképpen a két játszótérnek a megépítése szerepel, az egyik a Hortligetben, a másik pedig itt a volt piac tér területén. Nagyon nagy szükség van rá, van egy kis játszóterünk a Ligetben, de az már kicsit idejét múlt. Nagyon szeretnénk, hogyha a kismamák, gyerekek tudnák eltölteni ebben a szép környezetben az időt, és igyekszünk is olyanná formálni, ami az igényeknek megfelel. Durván a két játszótérre ilyen 40 milliónyi forintot tudunk fordítani, tehát ez azt jelenti, hogy biztos nagyon kulturált játszótér lesz, meg kell majd becsülni ezt a fejlesztést, és a rendezvényterünknek a további fejlesztése is szerepel ebben a pályázatban. Van ott nekünk már egy nyitott színpad, tehát így nem ez, igen, és ennek a fedése lesz benne, tehát tovább fogjuk szépíteni, van egy kemencénk már megépítve, megvásároltunk ott egy bontásra ítélt házat, aminek a helyére egy nyitott színt fogunk felállítani, amiben további kiállítandó tárgyakat fogunk elhelyezni, tehát ez a rész is megszépül. Igény van egy nyilvános mosdó létesítésére is, ami ez idáig Kenderesen nem volt. Ez a művődési ház oldalában van egy régi ilyen mosdó, aminek a felújítása, illetve átalakítása fog megtörténni ugyancsak ebből a keretből. A városháza előtti régi szökőkutunkat fogjuk felújítani, egy szép, a majd megújuló városház elé egy szép kis megújult szökőkutat álmodtunk meg. Én bízom abban, hogy ez is egy szép kis foltja lesz a településnek itt a 4-es számú út mellett. Ebben a pályázatban körülbelül ezek voltak azok, amik jelentősebbek voltak. Ezen túlmenően még utcai bútorokat szeretnénk vásárolni és azt elhelyezni. És akkor, amint említettem, ez 105.200.000 forint összegben kerül befektetés, ez az összeg és a műszaki terv dokumentációja ezeknek elkészült, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése folyik. A következő nyertes topos pályázatunk az óvoda felújítás. Erre egy 100 millió forintos projektünk készült, ami magában foglalja az óvoda külső, illetve belső felújítását is, sőt, mi több egy csoportszoba bővítést is. Hát nyilván ez ugye a jelenlegi épületen belül fog majd kialakításra kerülni, a vizes blokkok megújulnak, akadálymentes WC-t fogunk elkészíteni, és a homlokzat felújítás ugye teljes mértékben meg fog történni. Ennek az előkészületei is folynak, és a rehabilitációs szakértő, energetikai szakértő bevonásával ezek az előkészítő munkák már javában zajlanak. A következő, ami nyertes pályázatunk, az a központi konyhának a gép berendezés megújítása. Nagyon elavultak a központi konyhánk gépei. Ez a konyha szolgálja ki a gyerekétkeztetést és a
felnőtt, illetve az időskorok szociális étkeztetését is. Már nagyon-nagyon időszerű a gépek teljes cseréje. 48.762.000 forintot nyertünk erre a feladatra. Itt a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik, tehát a konyhatechnológusi véleményt beszereztük, minden olyan eljáráson túl vagyunk, ami most már lehetővé teszi azt, hogy a közbeszerzési eljárás elinduljon. Nagyon várjuk ezt a konyha megújulást, mert egy kicsit már időnként szégyenkezünk, amilyen régi gépekkel dolgoznak. Nyilván ez nagy segítségére lesz az ott dolgozóknak is, meg azért a gyerekek erre a konyhára járnak étkezni, megújul a berendezés, egy kulturáltabb helyen fogják az ebédjüket elfogyasztani. A csapadékvíz, belvíz és helyi vizek elvezetését biztosító meglévő árkok felújítására, megépítésére kerül sor abban a pályázatban, amire 209.794.000 forintot nyertünk. Hát a településnek azon részén fog ez kiépülni, ahol veszélyeztetett a település rész a belvíztől, és ez a tervek elkészítését és főként a gerinc vezeték kiépítését foglalja magába, mert tehát a teljes hálózat ennyi összegből nem valósul meg, majd ha lehetőségünk lesz arra, hogy következő körben is pályázunk, akkor nyilván ezt tovább gondoljuk. De ez is egy szép összeg, amit el tudtunk nyerni, és saját költségvetésből nem tudtunk volna lépni előre ebben az ügyben sem. Csatlakoztunk a nagykunsági települések turizmusának erősítésére létrehozott konzorciumhoz, aminek tulajdonképpen olyan komplex turisztikai attrakció létrehozása a célja, ami be tudtuk vonni a római katolikus templom felújítását, részbeni felújítását, mert azért ez az összeg a teljes felújítás nem tudja fedezni, egy közel 79.448.000 forint összeget nyertünk el erre a feladatra. Nagyon időszerű most már a külső-belső felújítása ennek a templomnak, mert hát annyit, ha elmondhatok, hogy több mint 30 éve festve nem volt, de nyilván van olyan rész, ahol statikai megerősítés is szükséges, reménykedünk abban, hogy további lehetőségeink is lesznek a templom megújítására. Ugyancsak konzorcium keretében a tiszatavi templomok útján második kulturális turisztikai desztinációban is részt veszünk, aminek keretében Bánhalmán, ugyancsak ide Kendereshez, közigazgatásra Kendereshez tartozó Bánhalmán egy imaházat szeretnénk létrehozni, egy kis templomot, hisz a Egri Főegyház megye érsekével is tárgyal ebben az ügyben, és minden bizonnyal még az Egri Főegyház megye is fogadni ehhez az összeghez némi kiegészítést, mert ez egy közel 30 millió forint, amit nyertünk pályázaton, és ez kevésnek bizonyul, azért egy, még ha kicsi is, ez a épület, ennek a megépítése, és érsekkor nagyon pozitívan állt ez ügy mellé, és azt mondta, hogy mindenképpen támogatni szeretnék, és ezt mi nagyon köszönjük is. Van még egy nyertes pályázatunk, ez a iparterületünk, ahol a közmunkaprogramot is szervezzük, annak a központja, annak a iparterületnek a fejlesztésére egy 217 milliós összegű pályázatot nyertünk el. Ennek is az előkészítő munkálatai folynak. Itt a főleg az infrastruktúrája, víz, az utak megújítása, épületek, ott is, tehát az energetikával gond van, mert nagyon sok energia megy el a szabadba, amiatt, hogy nincsenek szigetelve az épületek, hát nyilván ez sem elég ahhoz, hogy minden épületet, de sorba vesszük, és akkor fokozatosan fogjuk ezeket megújítani.
ez majd, ha kisétálunk, akkor meglátják, hogy egy nagyon szép és jó feltételekkel rendelkező telep, ahol a közfoglalkoztatás, de ezen túlmenően már ipar, illetve piaci foglalkoztatás is folyik, hisz van, a Főkefének van ott egy részlege, ahol több mint 100-an dolgoznak, illetve egy hajtogató, papírhajtogató, reklámanyagkészítő kis üzem is működik, ami már nyilván nem közmunkaprogramban van. Tehát ezek a topos pályázatok úgy hiányoztak a település, mint egy falat kenyér, és mi nem győzünk elégszer köszönetet mondani a kormánynak, hogy ilyen formában az ország akár 3200 településére mindre juttatnak ebből az összegből, mert ezt úgy gondolom, hogy nagyon kevés önkormányzat tudja saját költségvetésből ezeket a fejlesztéseket véghez vinni. Én hiszem azt, hogy ennek valamennyi lakos örülni fog, és jó szívvel fogadjuk ezt a segítséget, hisz ezek az összegek 100%-os támogatottságot jelentenek, önerőt nem igényelnek. Én azt gondolom, hogy ezt szépen lebonyolítva a kivitelezést, mindenki örömére szolgálunk vele. Köszönöm szépen! Üdvözlöm Nagyné Lenge Margitot, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Lilium Óvoda intézményvezetőjét. Milyen az iskolai élet itt Kenderesen? Hát először is azt szeretném elmondani, hogy mi 2015. szeptember 1-e óta vagyunk Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Lilium Óvoda. Ettől kezdve a fenntartónk az Egri Főegyházmegye, és iskolánk lelki vezetője Koltavári Attila plébános atya. Az iskolában jelenleg 241 kisdiák tanul, és az óvodánkban pedig 140 kisóvodás jár. És szerencsére elmondhatom, hogy nem küzdünk pedagógus hiánnyal. Egy gyermekszerető nevelőtestületünk van mind az óvodában, mind az iskolában. Az óvodában 12 óvodapedagógus, az iskolában pedig 23 főállású pedagógus dolgozik, és néhány óraadó is segíti a tanítást az iskolában. Közeledik a fél év. Ilyenkor szülők, diákok, talán a pedagógusok is azért izgatottak, hogy minél jobb jegyet tudjanak adni a gyerekeknek. Hogy zajlik ez ebben az iskolában, mint katolikus oktatási nevelési intézményben, és mik a fő programok, mik azok, amikre készülnek majd még a fél év után a tanév végéig? Hát igazából a fél év zárás ugyanúgy zajlik, mint a többi általános iskolában. Ilyenkor mi azért már november végén felhívjuk a figyelmét azoknak a szülőknek, illetve gyerekeknek, akiknek úgy látjuk, hogy gond van a tanulásra, és esetleg probléma lehet. És akkor azért van lehetőség arra, hogy még januárig javítsanak a jegyeken. Programjaink nagyon széles körűek voltak ebben a tanévben. Én úgy gondolom, hogy egyrészt azért, mert lelki programokkal is kiegészültek a hagyományos régi programjaink. Én a vezetői programomban is azt terveztem, hogy megtartjuk a régi hagyományainkat, értékeinket, mind az óvodában, mind az iskolában, és új hagyományokat teremtünk, illetve kibővítjük ezeket. Én néhány programot felsorolnék, hogy mi minden zajlott tulajdonképpen ebben az iskolában. Nagyon sok osztályprogram, diákönkormányzati program, településszépítő, közösségi nap, kisállatbemutató. Decemberben az Egyszer volt mesezenekar jött el a gyerekekhez, milyen rendőrrobot program volt az alsósoknak, karácsonyi vásárt rendeztünk, és ebben a tanévben Ternyák Csaba érsek atya a áldott légy mottót választotta
programunknak, és emiatt már az előző tanévben is felhívtuk a gyerekek figyelmét a teremtett világunk védelmére, és ezeket a programokat az idén is folytatjuk, ezért szerveztük például a településszépítő közösségi napot, vagy a kisállat bemutató, illetve az ahhoz kapcsolódó események is ehhez kapcsolódtak. Milyen a szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés, mennyire tudnak egymásra számítani az iskola szülő viszonylatában? Én úgy gondolom, hogy a szülők egy részével, nagyobb részével nagyon jó. Mind az óvodában, mind az iskolában a szülők aktívan bekapcsolódnak a szülői közösség munkájába, segítik programjaink megvalósulását. És mi is nyitunk a szülők felé, mert minden évben, mind az óvodában, mind az iskolában rendezünk nyílt tanítási hetet, bepillantást engedve mindennapi nevelő-oktató munkánkba. És ami még a másik nagyon fontos partnerünk, és ezt mindenképpen el szerettem volna mondani, városunk vezetői, illetve önkormányzata, mert segítik azzal munkánkat, hogy például a Bánhalmáról érkező kis óvodásokat, kis diákokat beszállítják nekünk, illetve lehetőségükhez mérten minden rendezvényünket támogatják. Illetve ami nagyon fontos, és nagyon köszönöm városunk vezetőinek azt, hogy a kiemelkedő tanulmányi munkát végző tanulóinkat fél évkor és évvégén elismerik, illetve azokat a gyerekeket is, akik országos vagy megyei versenyen kiemelkedő eredményt értek el, és nem csak a gyerekeket, hanem a pedagógusok, a felkészítő pedagógusok munkáját is. A környező települések katolikus általános iskoláival milyen viszonyt ápolnak? Mennyire látogatják meg egymást, mennyire tekintenek be egymás életébe? Hát igazából én, mint igazgató, a környező települések igazgatóival tartom a kapcsolatot. Nagyon jó a kapcsolatunk egyébként. Ha kell, segítséget kérünk egymástól, ha kell, tanácsot adunk egymásnak, illetve azért meghívjuk egymást a különböző rendezvényekre. Viszonylag ritkán valósul meg, mert például nem messze van Nagykörű, de nem egyszerű oda mégsem az eljutás, mert Kompal van, de például mi vezetők ott Petróczi Gábor előadásán voltunk, illetve most a karcagi iskola hívott bennünket angol versenyre, valószínűleg részt vesznek rajta a gyerekek. Köszönöm szépen, és további sok sikert és eredményt még a tanév hátra lévő részéhez. Köszönöm szépen én is. Üdvözlöm Virág Dórát, a Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium szakközépiskola és kollégium megbízott intézményvezető asszonyát. 67. éve folyik itt az oktatás. Milyen az iskolai élet? Üdvözlök mindenkit, köszönöm a kérdését. Úgy gondolom, hogy itt az élet nagyon mozgalmas. Így van, 67 éve megindult annak idején a mezőgazdasági képzés, és első körben itt a Kastély adott otthon, mint gépészképzés. És utána bővült az iskola épületei, új tanügyi szárny épült, majd a műhelyek is kialakultak, és utána ugye a kastély, mint kollégiumi elszállást ad otthont a mai napig is. Az ide érkező messzebbről jövő tanulóinknak ad tulajdonképpen szállást, és 106 férőhelyünk van, az alsó szinten a fiúk, fent az felső emeleten pedig a lányokat tudjuk elhelyezni. Maga az iskola főképp a szakképzés vonalra állt át, olyan szakmákat képzünk, amelyek 3 éves képzés alatt szakmunkás bizonyítványt adnak, gazda, mezőgazdasági gépész, kistermelő, élelmiszer előállító, falusi vendéglátó. A vendéglátás vonalon kiemelném a szakács szakmát, ami nagyon fontos a mi életünkben. Igaz, hogy az már nem a mezőgazdasági vonalhoz tartozik, de még mindig képezhetjük. Itt a kastély is adja azt, hogy rengeteg rendezvényünk van, és fontos az, hogy a szakácsaink itt vannak, hogy minél szebb és jobb rendezvényeket tudjunk
produkálni, vagy legalábbis otthont adni itt a kastély keretein belül. Az új szakmákról, ha már meg egyáltalán szakmákról, hogyha beszélgetünk, az asztalon található nagyon sok szebbnél szebb és biztos finomabb bombon is. Mi ennek az apropója? Hát ennek az az apropója, hogy az új szakmát próbálnánk egy kicsit a fiatalok körében jobban átadni, hogy minél kedveltebb legyen. Nagyon nehéz egy új szakmát beindítani, ez 2 éve indult nálunk az intézményben, és most a gyakorlaton értek el odáig a tanulóink, hogy bombont is készítenek. Azon kívül sajtot is előállítanak, száraz tésztát, savanyúságokat készítenek, tehát nagyon sokrétű ez a szakma, és én nagyon jó dolognak tartom, mert hogyha egyszer majd a munkavilágába kikerül, lehet, hogy egy kiegészítő szakmaként ezt nagyon tudja otthon majd akár profitálni, és ebből egy kis bevétele is lesz. Mennyire keresett az intézmény a környező települések diákjai között, mennyire jönnek akár egy nyílt napon meglátogatni, aztán utána a későbbiekben ide tanulni? Nagyon nagy örömünkre volt a nyílt nap, mert azt vettük észre, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a intézményünk iránt. Ez azt is bizonyítja, hogy az előző tanévhez képest egy 20%-os létszámemelkedéssel is tudtuk indítani a 2017-18-as évet, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív előre lépés. Azt látnunk kell, hogy az iskolában a 3 éves szakképzés vonalon tudjuk nyitni jobban nagyobb az érdeklődés, és kiemelten a mezőgazdasági gépészképzés, ami ebben a tanévben 3 osztálynyi tanulót jelentett, tehát a mezőgazdasági gépészképzésre 3 osztálynyi 9. évfolyamos tudtunk ide, tehát indítani ebben a tanévben. Nem elhanyagolható az sem, hogy azért ez egy neves épületben van, az oktatás, a kollégium. Nyilván érezhető a pedagógusok között, hogy miféle nevelő hatása, attitűdje van ennek. Igen, ez tényleg így van. Maga a kastély nevelő hatással bír a tanulóink fele is, hisz nem egy szokványos épületben van a kollégiumi elszállásolás. És a másik dolog meg az, hogy a kastély maga látogatható, tehát folyamatosan érkeznek busszal az ország különböző részeiről látogatók, és itt tényleg mindig patinás rendnek kell lenni, hogy azért az ide látogatók úgy menjenek el, hogy Kenderes kastély is milyen szép, és még az, amikor megdöbbenve észlelik, hogy itt kollégium is van, és amikor bejönnek és látják a tiszta rendet, én azt mondom, hogy ennek nagyon nevelő hatása van, hisz megóvják, próbálják megóvni a gyerekek, de bármikor be lehet jönni, tényleg nincs a fal lerugdosva, tisztán van tartva, tehát megbecsülik. Úgyhogy én ezt nagyon jó dolognak tartom. Távlati célok, tervek, elképzelések? Hát a távlati célokról, hogy az új szakmát azt minél széles körben és nagyobb létszámmal tudjuk indítani. Azt látom, hogy a mezőgazdasági gépész az egy nagyon pozitív irányba elindult. Tulajdonképpen egy működő tangazdaságban vagyunk. A működő tangazdaságban mindig vannak kisebb apró fejlesztések, ezeket szeretnénk folyamatosan szinten tartani. Ez úgy gondolom nagyon fontos dolog. És hát az, hogy maga a gyakorlat színvonalat olyan szinten tudjuk biztosítani az ide jövő tanulóknak, hogy megállják a helyüket a nagyvilágban, tehát ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát ha új gépet kell vásárolni az iskolának, és adja a lehetőség, akkor azt megpróbáljuk megvalósítani, és meg is tudjuk valósítani. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Kedves nézőink, már a megköszönő megtisztelő figyelmüket, mind a magam, mind pedig munkatársaim nevében is. Továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat a megszokott csatornákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.
Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk a megszokott csatornákon, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.